végre induljon a show. Nem este is velünk, ha jó. Na végre együtt lazulunk, bolondozunk és jól vagyunk. Sok mindenről lesz szó, egy tüneményes ifjú pár lesz, az egyik nem ifjú, de úgy néz ki, a másik meg tényleg nagyon fiatal. És erről egy pár dolog eszembe jutott felvezetőileg, hogy ugye dolgozunk együtt velük színházban, például a másikkal, akit majd mondom, mert az egyikkel máshogy történt, de aki a másik, azzal konkrétan vannak történetek, amiket most nem mondok el, csak utalok rá, hogy majd később lesz. De ilyen színházi interjú, ugye, amikor nagy színészek így beszélnek saját magukról, hogy ők mennyire nagyok, erre jutott eszembe Sasvári Sándor, aki hát most még Jászai Díjas, de csak azért, mert valami történt, szerintem egy másik papír, tehát véletlenül Jászai Díjas, biztos, hogy valami más díj is le. Én is egyébként Jászai Díjas vagyok, hasonlóképpen, mint Sasvári Sándorhoz például hasonlóképpen, a többi Jászai Díjashoz. Azon gondolkodtam még el, hogy például idén Jászai Díjas lett Jászai László. De most tényleg ő is 59 éve, jó 50, de 50 fölött. Tehát mit kell tenni egy Jászainak, hogy kapjon egy Jászai Díjat? Én magam nem Jászai Marit Díjas vagyok, hanem Jászai Jolán Díjas vagyok. Remélem, sokan emlékeznek még Jászai Joli dénire, tőle kaptam a díjat, mert vigyáztam a kutyájára két napon keresztül. Sasvári nem tudom, miért kapta, neki is van, de neki Jászai Mari díja van, biztos, hogy nem Joli díja van. A Joli az fontos nekem, hát én nekem nagyon jól esik, hogy van. Szóval Sasvári Sándor, egyébként nagyon szeretjük ennek ellenére, amiket most mondom, de neki volt egy olyan mondása, TV interjúban kérdezték, hogy, hát, hogy hogyan vágja ki magát színházi bakikból, hogyha hibázik, akkor mit csinál? És mondta, én sosem hibázom, azt mondta. Na most ez jól hangzik, de ugye hát alapjáraton azért mi sokat dolgozunk együtt Sasvári Sándorral szintén, hát egyrészt, hogy ugye a házánál köműves munkákat vállalok most nem, lovászként, tehát a trágyát takarítom meg a lovakat, de ezen túl még az is előfordult, hogy színpadon voltunk egyszerre, rövid ideig, amíg el nem küldtek engem. Nem, tehát a esküszöm történt egy történet, amit most elmondok mindjárt. Tehát van a Zrínyi 1560 című musical, Moravesz Levente írta a szövegét, meg rendezte is, meg producere is ennek, ezen kívül pedig Balási Szabolcs és Horváth Krisztián írták a zenét, 1000 éve játsszuk, az összesen 12. Ebben a darabban ő Zrínyi Miklós maga, Sasvári Sándor Zrínyi Miklós, és ugye itt ennek ellenére mondott olyanokat, hogy ez 1566, azért mondom sokszor a címet, mert tényleg 1566-ban játszódik, és akkor azt mondta az alattvalóinak ott a várban, azt mondta nekik, hogy kövessetek az irodámba! Na most az irodában, 1560-ban nincs ilyen szó, de hogy ezt tovább fejlesztjük, azt mondta még, ugye várnak, hogy egy áruló, aki a többiek szerint áruló, hogy most megöljék, vagy ne öljék meg, vagy mi legyen vele, és erre Sasi, mint Zrínyi Miklós azt mondta, hogy tömlözd be velem, illetve vele! Vágás van, vágás itt helye. Jó Istenem, ez jó lesz. Jó kezdődik. Jó lesz. Hát a fiatalosan, hát... Hát igen. Most úgy is érzem, hogy nekem nem sokára begyógyul a szemem, tehát legközelebb, már ha felétek fordítom a fejemet, akkor is beszéljetek hozzám, mert zárul Miki Mókat. Gondolkoztunk, hogy miről fogunk beszélni, de rájöttünk, hogy semmit, tehát te beszélsz, mi röhögünk. Jó, de ahhoz még kellene kávét inni. Egyébként ha kávét iszom, akkor beszélek egyfolytában, érdekes. Most akartam még egy történetet mondani, de megvágtam magam. Nem, tehát kihagytam. Ez nagy dolog, azért mesélem a kedves tévéhallgatóknak is, hogy ez önnyivaló. Tévéhallgatók. Igen. Rádiónézők, tévéhallgatók, hozzájuk szólok most. És hogy ez még nem így volt. Volt a Tordján Józsefre, talán emlékeztek, mert olyan fiatalok vagytok, hogy a Tordján József
őt ugye a tévéműsorokban mindig azt mondták, hogy mennyire vicces a Tordján József, és a tévéműsorokban vicces volt tényleg egy másfél-két percen belül, de ahhoz neki kellett beszélni 28 percet, amiből vágtak kettőt. Na, szia! Figyelj! Szia! Tényleg nagyon aranyosak vagytok, és azt is el kell mondani, mert itt vagyunk az Off Kultúr szövőgyárban, ez Újpesten van, és ti is lényegét tekintve Újpest káposztás megyerütt laktok. Hogy, miért? Szeretjük a káposztás tésztát. Igen, és a megyeri, pontosan megyeri ezért. Gubat. A megyeri hidat. De, és figyelj, de az aki, ez az első közös otthonotok nektek? Vagy hány addantik? Hát, a második. Harmadik. Ne, évente egy másik. A harmadik és káposztás megyeren a második. A második. Komolyan? Igen, először benn laktunk a belvárosba, igen. És utána úgy döntöttünk, hogy kell a friss levegő, úgyhogy kijebb költöztünk. Káposztásmegyer felé, és onnan még ott átköltöztünk egy másik lakásba, és most, hogy ilyen kulisszatitkokat is eláruljak, éppen házat keresünk, és reméljük, hogy hamarosan, megkopogom, fán. Van fa. Van fa. Én mondjuk beleütöttem a fénybe. Sikerül házat venni talán. Talán. Kerttel, meg, és hogyha nem kerttel a ház, akkor is. Akkor is. Hát a ház legyen őszinte egyenes, ne kerteljen. Így van, ne kerteljen. És a kutyával mi lesz? Van egy kutyájuk ilyen nagyobb. Először kicsi volt, és most már nagyobb. Vízbe tettük, az volt a baj. És megnőtt, igen. Megszívta magát. Csúnyán. Egy husky. Loki. Egyébként ti az én lányom, az a te ismered. Ti az én lányom? Sajsa. A én lányom én, nekem van. És ő volt. Hát már ő is mekkora. Hát már ugyanolyan. Nagy. És akkor az van, hogy ő például most lakberendezőnek tanul, és akkor, hogy amikor így költöztök mindig mindenhova, akkor eddig is jó lett volna, hogyha kikértétek volna a segítségét? Vagy ezen túl lesz majd jó? Lakberendezési ötleteitekről kérdeztem. Én most megértem, tulajdonképpen igen, tökre értettem, így... hogy ránk tukmáltad a lányodat, de jó, én szívesen. Ez jó. Jól csinálod egyébként, hogy apának ez a dolga. Egy apának igen, de én arra célozok. Értitek, hogy mit mondok, hogy ti a mostani félház, sorházban csináltatok olyan lakberendezési ötleteket, amit ma már talán bántok? Szerintem egy festményre gondolsz, egy ilyen képből készült festményre, igen, valóban egy ilyen... Csak nem! Nem csak! Igen? Igen, az történt, hogy Aysának volt egy fotózása, és a kisfiammal, kutyánkkal mi oda mentünk érte, és nagyon belelkesültek a fotósok, és mondták, hogy csinálnának rólunk így egy ilyen közös fotót, úgy, ahogy ott vagyunk, ő egyébként esküvői ruhában volt, ez egy esküvői ruha fotózás volt, és akkor beálltunk, és akkor csináltuk, volt nálunk kifli, meg minden, amit el tudsz képzelni, tehát, esküvői hogy kifli, van egyik, a kifli egyik fele a Ádám szájában, a másik fele a Loki szájában, ez van a fotó. A Loki a kutya, Loki a kutya, Ádám a gyerek. A kifli meg a... Kifli meg a kifli. Az egy igazi. A kínai pék, ugye. Ja, a kifli. Igen. Maksa Zoltán is volt itt a hónapban, ő szokta mondani a mindenre a kínai neveket. Ne haragudj, hogy ezt elmondtam, semmi értelme nem. Eszembe jutnak szóval, dolgok álmomban is, borzasztó így élni. És akkor ezt a fotót, ezt megkaptuk, és annyira tetszett nekünk, hogy úgy annyira jellemez minket, hogy úgy minden van a fotó, meg élet van benne. Hát meg egy olyan káosz, élünk. Tehát hogy egy ilyen őskáosz, és gondoltuk, hogy milyen szuper lenne a nappaliba egy vászonképnek kinyomtattatni. És ugye a kanapé fölé. Megkezdtük leméregetni. És méregettünk, és húztuk, és fogd meg. Rendeljük meg. Valahogy kijött nekünk egy méret, és ezt meg is rendeltük, de amikor megkaptuk, akkor konstatáltuk, hogy valami nem stimmel. Vagy valamit nagyon elrontottunk. A 2 méterszer 1,5 méter, az úgy beteríti az egész falat jelen pillanatban, tehát az egész lakásunk egy nagy kép, de mi vagyunk rajta, tehát látjuk saját magunkat, a gyerekeket, és ez nekünk egyébként boldogsággal tölti el a szívünket és a lelkünket. Hát és milyen szerencse, hogy ruhába fotózkodtatok, mert volt olyan ismerősöm... Mit szólna anyám? Hát volt olyan ismerősöm, aki lefestette magát, nő ismerősöm, nem úgy, hanem minden, nem mondom, hogy kinek a rokona volt egy darabig, mert az haragudna rám, ha elmondanám, és ő a saját ágya fölé rakatta a magáról szóló hatalmas meztelen képet. Hogy az miért? Hogy jut eszébe az embernek? Nő vagy férfi? Egy nőnek, nő, igen. Nő. Az még mindig egy jobbik eset, mint amikor egy férfi. Mind a kettő nagyon furcsa. Azt beszéljük meg, hogy, ja, azért kezdtem színházi sztorikkal, mert hogy ugye ti magatok is ugye, most hogy hívják az Operett Színházat? Most Budapesti Operett Színházat. Budapesti Operett Színházat. Már évek óta, korkerék derék.
Na így. Tehát, hogy ott ugye szerepeltek talán a legtöbbet, ugye, már tudja mindenki. Hát már amikor tehetjük. De most nem akartam szomorúra még, hanem majd amikor már kezdjük jól. Miért ez egy vidám műsor? Akkor elvileg egy vidám elvileg. Műsor. Igen. A múlt héten szép Bence volt, aki arról beszélt, hogy hogy vérzett elő nyílt színen, utcán. Tehát ilyen vidám témákat dobunk be. Hát ő volt most minden, én hívtam meg, én himám. Szóval azt arra próbáltam átnevezni. Egyébként a mai modern interjúkészítésnek nem része a kérdés, csak mondom. Tehát azért, na, tehát hogy ugye, hogy veletek is történt számtalan színházi baki, hát akkor mi nem azt mondjátok el, hogy milyen vicces dolgok történnek a Budapesti Operett Színházban? Mert mi valljuk Sasvári Sándor szavait, hogy mi nem hibázunk. Mi nem? Így van. De a körülmények? A körülmények azok néha azok átkosak, igen. Szóval, hogy velem is megtörtént, hogy valahogy a nyelvem az úgy átfordult, és van egy, lett volna egy mondatom. Látom magam előtt, hogy de ez a színházban effektív, volt, de a színházban, effektíve. Előadás közben, amikor azt kellett volna mondanom, hogy gratulálok, hát akkor maga megfogta az Isten lábát, ehelyett azt sikerült mondjam, hogy gratulálok, hát maga megfosta az Isten lábát. Ott, várjál, igen, jó kollega állt velem szemben, én gondoltam, gyorsan lendüljünk túl ezen. Ő is viszont meg, hogy mondta? Nem, hogy mit csinált? Hogy mit csinált? Mit csinált? Hát megposta. És hát onnantól kezdve ugye egyrészt a könny az úgy szaporult a szemembe, a nézők röhögtek, kivételesen rajtam, nem velem, ez enyhe szomorúsággal töltötte el a lelkemet. Bár most azt mondtuk, hogy vidám dolgokról fogunk beszélni. Igazad, gyorsan közben is vágok, hogy Ajsa, kérlek, én ugye téged nem úgy ismerlek, ezt már elmondtuk egy másik, egy nagyon-nagyon jó, csináltam egy olyan jó interjút. Mi nem azt adjuk le? Ugye? Hogy, jó, rádió interjú, de közben mondjuk táncolhatnánk, megy hang. Vagy tátognánk itt, tudod is. Na, hogy te ugye most Kardfi Ajsa vagy, nem tudom, 2FY? Így van. Így van, és előtte Szaifi Klaudia voltál. Így van. Így van. De az Ajsát is betűzd el. De nyugtassuk meg a nézőket, hogy amiről beszélsz, hogy nem férfi voltam régen, mert azt mondtad, hogy ahogy megismertelek. És... Ja, nem. Ez nem. Olyan divatos. Nem, az nem probléma, én nem érzem annak. Hogy te, és akkor miért választottad ezt a nevet, és egyáltalán? Miért nem volt jó az a nagyon szép neved, hogy... Nekem az Ajsa egyébként a második keresztnevem. Szóval én Szaifi Klaudia Ajsa-ként születtem. És mi az Ajsa jelentése? Az gyönyörű. Az igen. Pacsírta. És szép. Azért kellett. Mert azt nem mondhatják, hogy énekelsz, mint egy Klaudia, azt nem mondhatják. Persze, énekelsz, mint olyan. Egy Ajsa. Így van. És mikor elkezdtem játszani a Budapesti Operett Színházba, akkor jött fel igazából, hogy a Szaifi Klaudia tulajdonképpen nem egy olyan jó név, vagy nem tudom, hogy fogalmazhatok-e így, és akkor a Szaifit tulajdonképpen magyarosítottuk. Mert ugye vagy magyarosítva jelenti. Lett. A Szaifi perzsaul azt jelenti, hogy kard, és akkor így lett Kardfi, és felvettem a második keresztnevemet. Én most már, mint hogy ezt már tudom az egészet, de... Csak a nézők fejében. Te már nagyon untad egyébként, ezt nem, láttam nem, rajtad. Hát dehogy is, hát fantasztikus tüzek lobognak bennem, hogy közel van a mosdó, de tehát az a lényeg, hogy a néző, aki téged még nem ismert annyira, akkor most felmerülhet benne, hogy perzsa, hogy akkor hogy jöttél át az öbölön, meg egyáltalán. Hát én itt születtem. Itt Újpest, az off-kultúr szövődje. Itt az off-kultúr színpadán. Nem, nekem az apukám perzsa származású, édesanyám meg magyar. Igen. Itt ismerkedtek meg, és én volnék a szerelmük gyümölcse. Hogyne, hát persze. Na, ja, hát és azt is el kell mondanunk, mondjuk Máté nem tudom miért jött, mindegy, de hogy azt mondanék, azonnal mondjuk el nekik, azonnal. Hogy azért is mondtam sasvári történeteket, egyrészt, hogy kiboruljon majd a haja, a másik pedig, hogy nem szokott a boldog, nem boldog. A másik pedig, hogy hát ugye Sasvári Sándor fémjelezte, volt egy Sasvári Musical Studio. Tanoda. Jó, Tanoda. Na, az ember tényleg beleharapva. Hát mert nem ide, hanem Tanoda. Oda, igen. Oda. És hogy ott én tanítványom igen. voltál. Hát ilyen kicsi, hát vagy hogy volt? Ott ismerkedtem meg a zenés színházzal, te általad, Sasi által, hát kis 9 évesen ott cseperedtem a kis kezetek alatt. Hát nem csoda, hogy milyen messzire igen. Vitted el fel. Azt beszéljük meg a Máté a te nevedet is, mert hogy 3 neved van eleve, meg hasonlít az apukád nevére, és nagyon sokáig tök ugyanolyan, és akkor hogy lehet megkülönböződni? Van időd? Most hát vágunk, hát vágunk. Jó. Én születtem Kerényi Máté Zsolt néven.
Na. Na. A bátyám az Kerényi Dávid György néven. Édesapám Kerényi Gábor Miklós néven. A nagypapám volt Kerényi Miklós György. És amikor édesapám rendező lett, akkor már volt egy másik Kerényi Gábor a szakmában, és akkor elkezdett ezzel játszani, hogy akkor hogy kéne, hogy Kerényi Gábor Miklós, de Gábor Miklós is volt, meg MGP, meg minden volt, tehát hogy, és akkor így valahogy lett a Kerényi Miklós Gábor, az úgy kijött, és akkor ezt a hagyományt, amikor mi 10-12 évesek voltunk a bátyámmal, akkor azt gondoltuk, hogy mi folytatni akarjuk, úgyhogy mi fölvettük ezt a Miklós keresztnevet, így lett a bátyám Kerényi Miklós Dávid, én Kerényi Miklós Máté, és a fiaink pedig ugyanígy viszik tovább, ők már Kerényi Miklós Zsombor, illetve Kerényi Miklós Ádám. Mert ez egy ilyen uralkodó dinasztia, vagy pedig... Így van. Vagy pedig mexikóiul is lehetne, ahogy mexikóiak lehetnétek így. Mert ennyi. A mexikóiak milyenek? Hát a sok nevük van, már a teljes családot felsorolják, ja, és a végén mondják el, hogy valójában Juannak hívnak. Eddig nem akartam elárulni. Gyerekek, annyira szívesen kérdeznék bármit, de sajnos muszáj, hogy meghallgassuk, hogy énekeltek is. Én köszönöm mindenkinek a figyelmet, én elmegyek, ők meg itt vannak énekelni. Nagyon szépen köszönöm, akkor hát lássunk, hallgassunk benneteket. Kerényi Miklós Gábor, Karti Ajsa, köszönöm. Azt mondtad, hogy Kerényi Miklós Gábor? Máté, Dávid, György, Miklós György. Hallgassuk meg Miklós Györgytől Radnóti Miklós Tétova Oda című De azt még el tudom neked mesélni azt a történetet, hogy amikor felvételiztem az egyetemre, akkor a Két karodban című verset vittem, és én nagyon átéltem az egészet, és ugye az utolsó verszak az úgy, hogy két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. És én ehelyett sikerült azt mondjam, ne kérdezz meg, hogy miért, hogy két karodban a halálon, mint egy ágyon átesem. Na, mert életszerű. Jó, köszönjük szépen. Zene!